Tavaly hagyományteremtő céllal hívta életre a Vármegyei Szövetség a szezonzáró rendezvényt, így pénteken ismét játékosok, edzők, sportvezetők népesítették be az Incédi dísztermét. A szövetség elnöke szerint több területen is előreléptek az elmúlt hónapokban. Ha egy mondattal kéne ezt megfogalmaznom, akkor egy fejlődő pályát, egy fejlődő ívet mutatott ez. Ez látszik a vármegyei aktivitáson, hiszen újraindult és folytattuk a vármegyei utánpótlás bajnokságot. U10, U11, U12-es kategóriában több mint 300 diákot, gyereket tudtunk megmozgatni. A Contitec Kft. Névadó szponzorként beszállt. A felnőtt vármegyei bajnokságot újraindítottuk 4 csapattal, és tényleg az aktivitás, az a munka, az az összedolgozás, akár bizottsági, elnökségi vagy sportszakemberi szinten, ami kell, az azt gondolom, hogy elindult. Emellett viszont vannak komoly terveink a jövőre nézve. Annak örülök, hogy már a vármegyei utánpótlás bajnokságokban nem csak nyíregyházi egyesületek vettek részt, illetve vannak olyan sportszervezetek, akik megyén kívül, pontosabban megyén belül, de más városokban is folytatnak munkát. Ezt tovább kell folytatni és erősíteni ezt a részt is. De amit még szeretnénk elérni, több csapatot a megyei utánpótlás bajnokságban, duplájára emelni a számát a megyei felnőtt bajnokságnak, és eddig, amilyen financiális támogatást megadott a vármegyei szövetség az adott tornák megrendezéséhez, ezt mindenképp fenn kell, hogy tartsuk, még tovább vinni, és erejéhez mérten így kell, hogy a vármegyei szövetség működjön. A szövetség 10 kategóriában díjazta az elmúlt idény legjobb játékosait. Mellette egy úgymond életműdíjat is átadtak. A sportágat edzőként, vezetőként több évtizeden át szolgáló Máté János kapta az elismerést. Mind olyan dolog ugrik be, ami az edzésekkel, a szakmai eredményekkel történtek. Ez nem volt véletlen, amikor azt mondtam, hogy 8 edzés is tartottunk. Voltak olyan időszakok, amikor készültünk nemzetközi tornára, vagy az NB2-re, és mindenki vállalta ezeket a munkákat, és én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nem csak én nekem kell szeretni a szakmát, amit csinálok, hanem annak a társaságnak, annak az edző csapatnak, aki ezt vállalt, ezt a csodálatos sportágat. Az év edzője díjat az akadémiai kategóriában az NKK 5-ös trénere Ferenci Tamás kapta. U14-es korosztályban a felsőházba jutott a csapatunk. Sajnos az utolsó két fordulóban sérülések és betegségek miatt tartalékosan álltunk ki. Így a 19. helyezést szereztük meg. A reális esélyünk lett volna arra, hogy a legjobb 16-ba jussunk és a B-döntőn vegyünk részt. Hozzáteszem, hogy ez a 19. hely és erdülő korosztályban így is az egyesületi rekord. Az U16-os korosztályban pedig régiós döntőbe jutottunk. U16-ban más a bajnokságnak a lebonyolítása. Szeptemberben, amikor játszottuk a selejtezőt, az egyik meghatározó játékosunk 2 nappal a mérkőzések előtt Hibján Ádám bokasérülés szenvedett, félig sérülten tudta vállalni a játékot, és nem jutottunk a főtáblára. Viszont úgy gondolom, hogy itt a régiós bajnokság megnyerésével kihoztuk a maximumot, amely azt jelenti, hogy a régiós döntőig jutottunk. Az év asztal személyzet munkatársa díjat Szabados Benedek kapta. Az év játékvezetőjének járó elismerés Nyíri Péter és Makrai Márton vehette át. Az év edzője a lányoknál Farkasinszki Gyuláné lett, a fiúknál a nem akadémiai kategóriában Vajda Tamás bizonyult a legjobbnak. A sportegyesületi különdíjban a Tiszavasvári Sportklub részesült.